vizsgálatával foglalkozunk. Ez a halitt, ami a mozdeszkán fekszik a ponty. Patrik, légy szíves, ismertesd a pontynak a rendszertani elhelyezkedését. Ponty rendszertani besorolását tekintve, gerincesek törzsébe, a magzatdurok nélkül ilyen bal törzsébe, az állapcsosok ágazatába, a halak osztályába, a csontosalak osztályába, pontyalakulat rendjébe, a pontyfélék családjába tartozik, és Cypionus scorpionat. Tehát a halnak, a pontynak a külső vizsgálatát végezzük el. Hogyha a test alakját nézzük, nagyon jól alkalmazkodott a vízi életmódhoz. Mi jellemző a test alakjára, Patrik? Hát orsós a test alakja, és két oldalt lapított. Így van. Hogyha a test tájakat próbáljuk azonosítani, akkor hogy vannak ezek a testtájak? Az első rész a fejrész, ami a fej első részétől a kopoltyú felő végéig tart. Igen, így van. A törzsi rész, ami a fej végétől a kloákáig, kloáka vonaláig tart, és a farki rész, ami ettől a farok végéig húzódik. Így van. Ugye a vízi életmódnak megfelelően a halaknak úszóik vannak. Hogyha ezeket az úszókat vizsgáljuk, akkor egy bőrredő kettőzetről van szó, és a bőrredő kettőzetben úszó sugarak vannak. Az úszó sugarak többsége az lágy úszó sugár, ugyanakkor kemény úszó sugarak is vannak itt a bőrredő kettőzetben. Nagyon jellegzetes kemény úszósugara a farok alatti úszónak az első úszósugara, ezt bognár tüskének nevezik. Tehát ez a bognár tüske, fésűs széle van. Milyen fajtái vannak az úszóknak, Patrik? Itt elől találhatók a páros mellúszók. Igen. A páros hasúszók. Van, és a többi úszója az páratlan, ugye? Hogy vannak ezek? Itt található a farok alatti úszó, igen, farok úszó, igen, és a hátúszó. És a hátúszója. Vizsgáljuk meg a fejet. A fejen nagyon szépen lehet látni a két szemet. Ugye a szemek a szem üregben helyezkednek el. A szemek előtt a két ornyillás. Ornyillás, egy kicsit fog meg Patrik a halat, hogy ne csúszson el. Nagyon. Tehát az ornyillások itt helyezkednek el. Egy hártya borítja az egyik oldalát az ornyillásnak. Mind a két ornyillás páros. Az orrüreg nincs kapcsolatban a szájüreggel a halaknál még. Nézzük a szájnyillást. A szájnyillásnál egy redőny szerkezetet lehet megfigyelni. Ugye a ponty mindenevő az iszapban turkál, erre szolgál ez a redőny szerkezet. Itt a szájnyillás két oldalán helyezkednek el a bajusz szálak, hát a egyik bajószál, a rövidebb bajószálja, itt a hosszabb bajószál, receptorokat tartalmaznak ezek a bajószálak. Ha belenézünk a halnak, a pontynak a száj üregébe, akkor jó lehet látni a nyelvet. Ugye a nyelv csont képezi főleg ezt a nyelvet. Ezen kívül a száj üregébe majd a későbbiek során, a boncolás során látni fogjuk a garat fogakat, két oldalt, amelyek a tápláléknak az összepréselésében, a víznek a kinyomásában vesznek részt. Tanulmányozzuk egy kicsit a törzsét a halunknak. Hogyha a törzset vizsgáljuk, nagyon szépen lehet látni a
pikkelyeket. Pikkelyek nem borítják ennek a halnak a teljes törzs területét, hiszen tükörpontról van szó. Hogyha kiemelek egy pikkelyt, ugye ez a pikkely tetőcserép módjára borítja különben a testet. A pikkely a bőrnek a származéka, mégpedig az irhrétegnek a származéka. A pontyoknak a pikkelye cikloid pikkely. Koncentrikus gyűrűs szerkezete van. Következő képződmény, amit vizsgáljunk, az oldalvonal, ami itt látható, tehát a hal két oldalán helyezkedik el. Mi a szerepe ennek, Patrik? Az oldalvonal szerva vízáramlás érzékelésében vesz részt. Így van. A következőben nézzük még meg a kivezető nyílást. Itt fogjad, légy szíves, egy picikét. Hogy fordítsuk, úgy kellene, hogy igen, itt lehet látni az anális papillát, tehát ezen keresztül távozik a bélsár például az állatnak a szervezetéből. Tehát a harmadik rész a farok, az anális papillától a farokúszók végéig terjed. Izmos képződmény, a farokúszó is, meg a farokrész is az állat gyors előrehaladó mozgásában vesz részt.